A hétfő esti nyitógálát követően hivatalosan is elkezdődtek a kolozsvári magyar napok. A köszöntőbeszédek után a budapesti Magyar Állami Népi Együttes lépett színpadra egy olyan előadással, amely az idei magyar napok egyik fő tematikájához, Kárpátaljához kapcsolódott. Teltház előtt nyitották meg hivatalosan a kolozsvári magyar napok 6. kiadását hétfő este a Kolozsvári Magyar Operában. A köszöntőbeszédek sorát Gergely Balázs főszervező nyitotta meg, aki köszönetet mondott a támogatóknak és felhívta a figyelmet arra, hogy a rendezvény során a kárpátaljai magyar gyerekek beiskolázására adományokat gyűjtenek. Nagyon sokat kaptunk az elmúlt években sokfelől, és ideje minél többet, vagy valamennyit visszaadni ebből. Ezt nem csak anyagi formában igyekszünk megtenni, hanem ugye itt a figyelem felkeltése a cél, nemzettársaink, illetve hát a román várostársaink nemzettársai nagyon nehéz helyzetben vannak jelen pillanatban itt néhány száz kilométerre tőlünk. Az idei Magyar Napok programja a kárpátaljai magyarság helyzete mellett az ifjúságra is fókuszál. A tematika a Kincsesváros 2015-ös ifjúsági főváros címéből adódik. Európa szerte a figyelem ránk irányul, erre a városra irányul. Amikor Európa minden részéről ide látogatnak fiatalok, lélekben fiatalok, hogy megmutassuk mi magunk újra mindazt a kulturális terméket, kínálatot, amelyet a kolozsvári magyarság ebben az évben fel tud sorakoztatni. A köszöntőbeszédek sorát Kelemen Hunor zárta. Az RMDSZ elnök úgy fogalmazott, számára a magyar napok azt jelzik, hogy a magyar közösség élni akar és össze akar tartani. Összefogás, szolidaritás itt Kolozsváron is megmutatkozott. Megmutatkozott, hisz civil szervezetek, a politika össze tudott fogni, és fel tudta mutatni most már 6. alkalommal, vannak olyan ügyek, és lesznek olyan ügyek, amelyek kapcsán nekünk kezünket egymás felé kell nyújtani. A nyitó rendezvényt a Magyar Állami Népű Együttes előadása zárta, amely a kárpátaljai népek népzenei és néptánc hagyományaira építkezik. Az augusztus 23-áig tartó kolozsvári magyar napokon a résztvevők mintegy 1500 program közül választhatnak.